szeretettel köszöntjük Önöket, a képernyők előtt a mai kormányinfón is. Tegnap menetrend szerint ismét ülést tartott a kormány, és áttekintette a jelenlegi helyzetet, illetve ezzel kapcsolatban döntéseket is hozott. Meg is kérem Gulyás Gergely miniszter urat, hogy számoljon be ezekről Önöknek, utána pedig kérdések következnek. Köszönöm szépen, én is tisztelettel köszöntök mindenkit, aki a televízión keresztül kíséri figyelemmel a kormányinfót. A tegnapi napon valóban a kormány 12 órás ülést tartott, ami természetesen azért is volt ilyen hosszú, mert hosszú ideje, mióta egyébként hetente is vannak kormányülések, a járványügyi védekezéssel kapcsolatos döntések, helyzetelemzések töltik ki a kormányülések jelentős részét. A kormány azt állapította meg, hogy 64 nappal azután, hogy a veszélyhelyzet hirdetésére sor került, az elmúlt napokban csökken a halálesetek, a megbetegedések és az aktív fertőzöttek száma. Azt tudjuk mondani, hogy ez mindenek előtt annak köszönhető, hogy Magyarország polgárai fegyelmezetten betartották azokat a szabályokat, amelyeket hoztunk. Mindenkinek szeretnénk köszönetet mondani azért, hogy a védelmi intézkedéseket, illetve a kijárási korlátozásokat betartotta. Külön is szeretnénk köszönetet mondani azoknak, akik Pest megyében, illetve Budapesten az elmúlt két hétben, vagy szűk két hétben már úgy tették ezt, hogy az ország többi részén védelmi intézkedések, kevésbé szigorú szabályok voltak életben. Azt tudjuk mondani 11 nappal azután, hogy a vidéki megyékre vonatkozó eltérő szabályozás hatályba lépett, hogy ezeket a védelmi intézkedéseket az élet visszaigazolta, noha egy-egy olyan nap van, amikor még komolyabb fertőzés számról beszélhetünk, de általában a napok nagy többségében, ez nem a vidéki megyékben, hanem a fővárosban történt, és azt is látjuk, hogy nem vezettek a védelmi intézkedésekkel együttjáró lazítások ahhoz, hogy a fertőzések a vidéki megyékben tömegessé váltak volna. Az új megbetegedések számát tekintve a szigorúbb intézkedések ellenére is a központi régióban, azon belül is Budapesten van továbbra is a legtöbb fertőzött. Az adatok pontos értékelését azt soha nem javasoljuk egy-egy nap után, érdemes folyamatokat látni, és az értékeléshez 5-7 nap ugye az átlagos lappangási időszak, tehát ezt követően is még napokat vesz igénybe, tehát körülbelül egy intézkedés hatása az 10-11 nap után, 2-3 hét után becsülhető meg. Az adatok pontos kiértékelésében pedig az a jó, hogyha virológus szakemberekre támaszkodunk, a kormány ezért minden döntést megelőzően széleskörű konzultációkat folytat. Tegnap arról tudtunk dönteni, hogy a mindenkire kötelező közös szabályokon nem szeretnénk változtatni, tehát a védőtávolság fenntartása az továbbra is indokolt. Mindenkit kérünk, hogy nyilvános helyeken másfél méteres távolságot tartsa be, és az arc eltakarása is továbbra is indokolt, tehát a maszkviselés szabályainak a további betartására is nyilvános helyeken mindenkit tisztelettel kérünk, függetlenül attól, hogy az ország mely részében él. A kormány azt is megállapította, hogy a Pest megyei fertőzöttségi adatok közelebb állnak a vidékhez, ezért Pest megyét mostantól a többi megyével tekintjük egy egységnek. Budapesten ma délután 3 óráig kértük a fővárosi főpolgármestert és polgármestereket, hogy legyenek kedvesek véleményt nyilvánítani azzal kapcsolatosan, hogy milyen döntést hozzon a kormány. Éppen ezért itt még egy kis türelmet szeretnénk kérni, szeretnénk meghallgatni a budapesti politikai vezetőket, a főpolgármestert, illetve a kerületi polgármestereket. Ők a véleményüket ma 3 óráig levélben közlik, sokan ezt már megtették. És ezt követően a kormány még virológusokkal fog egyeztetni, és az operatív törzs fog döntést hozni arról, hogy hétfőtől milyen új szabályok lépjenek Budapesten életbe. Azt tudjuk tehát mondani, hogy a korábbi terveknek megfelelően 2 hétre hoztunk szabályokat, 2 hétre hoztunk szabályokat vidéken, és 2 hétre hoztunk szabályokat Budapesten is. Ezek vasárnap éjfélig hatályban vannak, és amiről a kormány döntött, illetve az operatív törzs Budapest esetén dönteni fog, ezek a szabályok hétfőn hajnaltól lépnek életbe. Egyelőre Budapest kapcsán azt tudjuk mondani, hogy a polgármesterek közül sokan világos, egyértelmű véleménynyilvánítást
sal tiszteltek meg bennünket. Karácsony főpolgármester úr levelét is megkaptuk. Most túllépve annak a sajátos stílusán azt látjuk, hogy a főpolgármesternek szemben más kerületi polgármesterekkel nincs határozott álláspontja. Természetesen a döntés felelősségét a kormány vállalja, de azt mi természetesnek tartottuk egy ilyen döntést megelőzően. A budapesti főpolgármester és a kerületi vezetők véleményét szeretnénk megismerni. Tarlós István esetében nehéz lett volna elképzelni, hogy egy eldöntendő kérdésnél ne nyilvánítson kellő egyértelműséggel véleményt. A Budapesten életbe lépő új szabályokról ezt követően, az összes polgármester ma délután 3 óráig reményeink szerint megérkező véleményét követően, orvosprofesszorokkal, virológus szakemberekkel való egyeztetés után az operatív törzs fog dönteni, és ezt a holnapi, vagy legkésőbb a holnap utáni napon mindenki megismerheti. Ami a Budapesten kívüli, tehát most már egy egységként tekintve Pest megyét és a többi megyét, a Budapesten kívüli szabályokat illeti, ott azt tudjuk mondani, hogy további enyhítésekre van lehetőség, tehát a védelmi intézkedéseket az előbb említettek szerint fenntartjuk, ezeknek továbbra is a betartására kérünk mindenkit, de ahol változást indokoltnak és lehetségesnek látunk, az az, hogy a vendéglátó üzletek belső zárt részében, így különösen étteremben, kávézóban, cukrászdában, büfében és presszóban a tartózkodás immáron megengedett. Itt is mindenkit kérünk a maszkviselés betartására, az ott dolgozók kötelesek maszkot viselni, és a védőtávolság betartása is kötelező, és természetesen a vendégeket is arra kérjük, hogy nyilván ez étkezés esetén csak átmenetileg nem lehetséges, de amikor ez nem feltétlenül szükséges, akkor lehetőség szerint viseljenek maszkot, az ott dolgozók számára pedig a maszkviselés az kötelező. Ebben követjük az osztrákokat, és követjük Európa azon országait, hogy a kerthelyiségek után most a védőtávolság betartása mellett a zárt tereket is megnyitották. Szintén a szabad területen lévő játszóterek, parkok nyitva tartásáról döntött a kormány, tehát ezek hétfőtől nyitva lesznek és látogathatóak. A szállodák, panziók Pest megyében, illetve a többi megyében fogadhatnak vendégeket. Szintén itt is a védőtávolság betartásáról a vélhetően mai napon megjelenő rendelet külön is rendelkezik. Azt tudjuk tehát mondani, hogy ezek azok a további enyhítések, amelyeket a tegnapi kormánydöntés alapján hétfőtől be tudunk vezetni, és Budapesten pedig döntés fog születni arról, hogy milyen enyhítő intézkedésekre van mód és lehetőség. Azt látjuk, hogy a helyzet megérett arra, hogy a fertőzések számának csökkentése mellett lehetséges enyhítő intézkedésekről a kormány a főváros tekintetében is döntsön. Még további, talán a járványveszélyhez képest nem azonos súlyú, de fontos ügyekről is tárgyalt a kormány, és ezek az Európai Unióval, az Európai Parlamenttel, illetve az Európai Bírósággal kapcsolatosak. Az Európai Bíróság mai döntését tegnap a kormányülés során még nem ismertük, viszont a Német Alkotmánybíróság döntését igen, és a Német Alkotmánybíróságnak az egyébként egész Európában komoly visszhangot kiváltott, az Európai Központi Bank kötvénykibocsátásával kapcsolatos döntését a kormány megtárgyalta. Az a véleményünk, hogy ha valaki elolvassa alaposan a Német Alkotmánybíróság döntését, akkor ez rendkívül fontos alapelveket rögzített. Ezeket az alapelveket Magyarország eddig is fontosnak tartotta, és eddig is mindig hangsúlyozta. Nem gondoljuk azt, hogy ez a Német Alkotmánybírósági döntés az a közép-európaiak győzelme lenne a nyugat-európaiak fölött, hanem a valamennyi ország, amely szuverén országként csatlakozott az Európai Unióhoz, győztesnek érezheti magát. Azt tudjuk mondani az Alkotmánybíróság döntése kapcsán, hogy természetesen az Európai Uniós jognak a magyar alkotmány szerint is meghatározott körben, ott, ahol átruháztunk hatásköröket, elsőbsége van, de az rendkívül fontos, hogy ez csak a közösen gyakorolt hatáskörben lehetséges, tehát annak vizsgálata, hogy az Európai Unió az átruházott hatáskörben hoz-e döntést, vagy pedig egy nemzeti tagállami kérdésben hoz döntést, ez egy legitim vizsgálat, és a Német Alkotmánybíróság döntése ezt támasztotta alá. A ma reggel megismert Európai Bírósági döntés
két iráni és két afgán menedékkérő ügyében elkeserítő. Az ítélet sajnos összhangban az eddigi brüsszeli szándékokkal arra akar kényszeríteni bennünket, hogy ne védjük kerítéssel a magyar határokat, és engedjük be a bevándorlókat. Ma, amikor a fertőzés veszélye miatt még az európai belső határokat is zárva tartjuk, akkor különösen fenyegető az, hogy az Európai Bíróság úgy gondolja, hogy a külső határok hatékony védelme, és a menedékkérelmeknek az európai határokon kívül, vagy legkésőbb a határokon történő elbírálása, az nem egyeztethető össze az Európai Unió jogával. Ha ez így van, mi véleményünk szerint ez egy téves értelmezés, akkor az Európát is arra kell, hogy késztesse, hogy a külső határvédelem szabályait azt vagy tagállami hatáskörbe engedi, vagy az eddiginél szigorúbb közös uniós normákat határoz meg. Mi azt reméljük, hogy az Európai Unió hosszú távon sem kívánja megbénítani a saját békés társadalmi működését és együttélését azzal, hogy a külső határvédelmet lehetetlenné teszi. Magyarország minden európai fórumon ezt fogja képviselni. Szintén tárgyaltuk tegnap az Európai Parlamentben ma várható Magyarországgal kapcsolatos vitát. Itt igazából semmilyen nehézséget nem jelentett az, hogy a kormányülés tegnap volt, a vita pedig ma, hiszen Magyarországgal szemben boszorkányüldözésről beszélhetünk, egy koncepciós eljárás zajlik, ahol előre megírták az ítéletet, és még a igazságügyi miniszterasszonynak a beszédét is betiltották. Ezt a betiltott beszédet ma egyébként a Facebook oldalán ő nyilvánosságra hozta. Példát annak tartjuk, hogy miközben az Európai Unió soros elnökségét egy államtitkár képviseli, Horvátország államtitkára, addig a magyar kormány tagjának, az Európai Uniós ügyekért felelős igazságügyi miniszternek nem adnak lehetőséget a megszólásra. Ez a legrosszabb időket idézi, de még a kommunisták is adtak a formákra, tehát a kommunista koncepciós eljárásokban a vádlott megszólalásától, vagy védekezésének elmondásától nem tekintettek el. Ezek az európai parlamenti eljárások csak arra jók, hogy az Európai Unió megítélését rontsák, Brüsszel megítélését aláássák, az Európai Unió közös intézményeibe vetett bizalmat meggyengítsék. Az a véleményünk, hogy ez az eljárás tűrhetetlen és elfogadhatatlan, és sem a jogállamhoz, sem az Európai Unió alapvető értékeihez semmi köze nincsen, hiszen élesen szemben áll azokkal. Röviden ezt szerettem volna elmondani, és ha vannak kérdések, akkor örömmel válaszolok rá. Én még egy örömteli dologról szeretnék beszámolni, reméljük, hogy sokaknak valóban az lesz, ugyanis nagyon sokan kérdeztek az elmúlt időszakban minket lagzikról, az esküvőkről. A nyári szezon tudjuk, hogy ezeknek az időszaka, és a rendezvények tekintetében ugyan a korlátozások továbbra is érvényben vannak. Ugyanakkor arról született döntés, hogy vidéken és Pest megyében június 1-től maximum 200 főig rendezhető esküvő, illetve lagzi. Nyilván itt is a megfelelő szabályok, tehát például az asztalok közötti védőtávolság betartásával. Nyilván majd, ahogy időszerű lesz, úgy Budapestre is ugyanígy időben próbálunk majd szabályokat alkotni, és arról tájékoztatást is fogunk tudni adni, de egyelőre tehát ezek a szabályok június 1-től maximum 200 főig vidéken és Pest megyében érvényesek, úgyhogy reméljük, hogy ez a sokak szerint egyik legszebb nap férfiak és nők számára, ugye ezzel mi segíteni tudjuk ennek a megünneplését. És akkor térjünk rá a kérdésekre. A Hír TV azt kérdezi, hogy lesznek-e nyáron gyermektáborok? Az a kormány terve, hogy lehetnek gyermektáborok. Egyelőre arról született döntés, hogy az ottalvást nem igénylő gyermektáborok megtarthatóak, és a hónap végén az akkori járványügyi helyzettől függően dönt majd a kormány arról is, hogy az ottalvásos táborok is megtarthatóak-e. Többen kérdezték, hogy a bölcsödék, óvodák, illetve iskolák nyári nyitvatartása hogyan alakult, többek között ugyanígy a Hír TV, illetve az Inforádió is, illetve kérdés merült föl még az iskolák újranyitásával kapcsolatban, illetve a tanév hosszabbításával kapcsolatban az RTL Klub és a Magyar Nemzet részéről. A kormánynak az a szándéka, hogy
szeretne gyermekmegőrzést biztosítani, akár van vel hosszabb időre is, mert azt látjuk a piaci szereplőktől olyan jelzések érkeznek, hogy sokan úgy gondolják, hogy a szabadság egy része az kiadottnak tekinthető. Nyilván a állami szektorban erre van ráhatásunk, a piaci szektorban sokkal kevesebb, de éppen ezért a gyermekfelügyelet, gyermekmegőrzés kérdésével a kormány még foglalkozni fog. Ebben egyelőre végleges döntés nem született, éppen azért, mert a járványügyi helyzet aktuális elemzésére van szükség ahhoz, hogy döntést hozhassunk. Iskolaügyben azt tudom mondani, hogy a kormány nem hozott új döntést, tehát ma azt tudjuk mondani, hogy biztos, hogy június talán másodika az, ami egy keddi nap, pünköst hétfő utáni keddi nap, addig iskolai oktatás nem lesz. Hogy ezt követően arra az időszakra, ami az év végéig még hátra lenne, kötelező iskolai oktatást elrendeljünk-e vagy sem, ebben döntés nem született. Itt is a kormány figyelemmel van a szülők véleményére, de különösen figyelemmel van a járványügyi helyzetre. Azt a tájékoztatást kaptuk egyébként az illetékes területért felelős minisztériumtól és annak államtitkárától, Maruzsa államtitkár úrtól, hogy a tanév lezárásával kapcsolatos problémák akkor sem lesznek, hogyha már júniusban egyáltalán nem kell a diákoknak az iskolába visszatérniük. Azt kérdezi még a Hír TV, hogy szó volt korábban arról, hogy törvénymódosítás készülhet a Gyöngyös-Patai ügy kapcsán. Ha készül ilyen, milyen tartalommal, milyen szabályváltozások jöhetnek szóval, illetve az ATV is ehhez kapcsolatosan, ezzel kapcsolatosan kérdez. Mi a véleménye miniszter úrnak a kúria döntéséről, miszerint ki kell fizetni a 99 milliós kártérítést? Utalják ki a 99 milliót a Gyöngyös-Patai romáknak és mikor, illetve kell-e ezzel kapcsolatosan törvénymódosítás? Tehát két kérdést élesen érdemes külön választani. Az egyik, hogy a kúria döntése és a jogerős bírósági döntések Magyarországon mindenkire nézve, így a Gyöngyös-Patai önkormányzatra és a kormányra is kötelezőek, ezért ha valakit a bíróság elmarasztal vagy kártérítés fizetésére kötelez, akkor ennek eleget kell, hogy tegyen, így a kormány sem tud más tenni. Hozzátéve, hogy egyébként Gyöngyös-Patai önkormányzatát ez az ítélet csődbe vinné, tehát ilyen értelemben is komoly károkat okozna. A másik az ítélet tartalma, az ítélettel nem értünk egyet, egy olyan igazságtalan ítéletről van szó, és kétségkívül ez nem most a kúria döntésével kezdődött, hanem már 2012-ben a diszkrimináció megállapításával, ami a jogalapot szolgáltatta ehhez a perhez. Egy olyan igazságtalan ítéletről beszélünk, ahol csak vesztesek vannak. Azok is vesztesek, akik nem oktatásban kapnak kompenzációt az őket ért sérelmek miatt, azok is vesztesek, akik egyébként a Gyöngyös-Patán ma joggal háborodnak fel azon, hogy olyan sérelmekért, amelyet a helyben élők nem éreznek valósnak, lehet komoly, sokmilliós kártérítéseket kapni, és vesztes a kisebbség, és vesztes a többségi társadalom is. Ezért gondolom azt, hogy igenis van helye törvénymódosításnak ilyen jellegű sérelmek esetén. Természetesen az államnak az oktatáshoz való jogát mindenkinek nemhogy tiszteletben kell tartani, hanem mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy az állam ezt a jogot biztosítsa mindenki számára. Ha ez sérül, akkor ezt nem pénzzel, hanem oktatással lehet pótolni, hiszen a így nem megszerzett tudást kell pótolni, nem pedig ennek helyére valamilyen nem vagyoni kártérítést adni. Ha valaki helyben tájékozódik, egyébként horvát képviselőtársam, akit a kérdésben is említettek, az ügyben nagyon sokat tett, hogy a helyi társadalmat egyben tudja tartani, és hogy ennek a döntésnek a káros hatásai a lehetőleg mérsékeltebbek legyenek. Ő is elmondta, hogy valójában érdemes körülnézni Gyöngyös-Patán és környékén, hogy vajon nincs-e már meg most a helye ezeknek a kártérítéseknek, és nem uzsorások várják azt, hogy a cigány emberek ezt a pénzt megkapják. Tehát felelőtlen helyzetet idéztek elő azok, akik egyébként ezt eljárást megindították, és kifejezetten káros mindenki számára ez a döntés. Ami a törvénymódosítás lehetőségét illeti, természetesen én azt indokoltnak látom, hogy olyan jogszabály módosítást fogadjon el az országgyűlés, ami ilyen esetekben a kártérítést azt kvázi természetben szolgáltatja, tehát hogyha az oktatás során ért valakit sérelem, akkor ezt oktatással kell pótolni, és az is biztos, hogy az iskolában a rendet és a fegyelmet azt biztosítani kell, és hogyha ehhez további eszközökre van szükség, akkor a kormány arra is nyitott, hogy ezeket a garanciákat akár az iskolarendőrség megerősítésének a formájában minden település számára, ahol ez indokolt, biztosítsuk.
A Magyar Nemzet kérdése a következő. Mi a véleménye a kormánynak a karácsony csomagról, a főpolgármester jegyezte Budapest Restart tervről? Érdeklődéssel olvasunk minden olyan dokumentumot, amit a főpolgármester úr jegyez, és ezt nem ironikusan mondom akkor sem, hogyha a konkrét esetben az a meggyőződésem, hogy egy ilyen hosszú anyag azért született, hogy ne kelljen egy világos és egyértelmű állásfoglalást tenni azzal kapcsolatosan, hogy Budapesten a nyitást támogatja, a főpolgármester úr jelenlegi helyzet fenntartását támogatja, az ő szavaiból inkább azt lehet kikövetkeztetni, hogy a nyitást támogatja, de mi nem a felelősségen akartunk osztozkodni, hiszen a kormányzati felelősség világos, a kormány döntésekért a kormány viseli a felelősséget, hanem a főpolgármester véleményét kívántuk megismerni ezzel kapcsolatosan. Ő ezt bizonyos értelemben korábban kellő terjedelmességgel, viszont nem túlzottan a lényegre koncentráló módon tette meg. Az RTL Klub kérdése a következő. Az önkormányzatok kaphatnak-e bértámogatást a dolgozóik után, például bezárt iskolai konyhán vagy kulturális intézményekben dolgozók béréhez hozzájárul-e az állam? Igen, itt a kérdésben foglalt állítás az téves, mert a kormány számtalan normatívát úgy alakított át, hogy azok is kaphassanak fizetést, ahol az adott intézmény például egy bölcsöde vagy egy óvoda nem működik. Tehát a normatív átalakítása éppen azt szolgált, hogy az állami támogatás általában attól függ, hogy hányan járnak egy adott intézménybe. Ha most ezen alapulna az állami normatíva, akkor az gyakorlatilag elbocsátásokat tenne szükségessé, vagy az önkormányzatnak, ahol erre van múlt saját vagyonából kellene ezeket a fizetéseket kipótolni. Mi ezért azt tettük, hogy a korábbi intézménylátogatási szám szerint fizeti az állam a normatívát, kipótoljuk ilyen értelemben azt, amit kipótolhatunk, illetve nem azt a számot veszük figyelembe, amennyien most járnak mondjuk óvodába vagy bölcsödébe, és ez lehetőséget ad arra az önkormányzatnak, és tudok nagyon sok jó példát, például a 12. kerületben Pokorni polgármester úr is ezt teszi, hogy az idősellátásba irányítja át azokat, akiknek most egyébként a munkaidejük az intézmény bezárása miatt felszabadult. Következő kérdés az RTL Klubnak, hogy vannak-e a Gödin kívül még olyan beruházások, amelyeket érint a Semmilyen Zsolt féle törvényjavaslat, tételesen melyek ezek? A gazdasági övezetekről szóló törvénymódosítás szerintem egy régi igazságtalanságot orvosol. A megye és a számtalan tévedés jelent meg a sajtóban ezzel kapcsolatosan. Tehát az első ilyen, hogy a törvény hatálya az nem vonatkozik a korábban már megvalósult beruházásokra. Csak a bővülő, illetve ezt követően megvalósuló beruházásokra vonatkozik. Második fontos tévedés, hogy miután a megyei közgyűlésnek ad hatáskört, csak és kizárólag azokra a településekre vonatkozik, ahol a megyei közgyűlésnek van ilyen hatásköre, azaz a főváros, a megyei jogú városokra nem vonatkozik semmilyen formában. Mi az, amit ez a törvény szabályoz, és kikre vonatkozik? Azokra a kisebb településekre, ahol egy-egy nagy 5 milliárd forint feletti beruházás megvalósul. Eddig is szerintem az volt a helyzet, hogy egy rossz gyakorlatot folytattunk az adó beszedését tekintve, hiszen egy-egy kisebb település részesedett csak és kizárólag az adóbevételekből, ezek helyi adóbevételek, a kormány egyetlen fillért sem vesz ebből el, azt teszi lehetővé a törvénymódosítás elfogadása esetén, hogy az ilyen nagyobb adóbevételeket egy megyében több érintett település között lehessen szétosztani, és legnagyobb részben ugyanaz részesedik továbbra is, aki helyt ad egy ilyen beruházásnak, de ez a részesedés nem kizárólagos. Még egyszer mondom, ez megyei jogú városoknál és a fővárosnál nincs így. Természetesen egy 50-100-150 ezres megyei jogú városi közösség, vagy milliós Budapesten, ott nem indokolt az elosztás, hiszen kellően sokan élnek ott, de más településeknél azt szerintem joggal várhatjuk, hogy egy olyan település, ami egy beruházás határán van, az is részesedjen, egy olyan falu mondjuk részesedjen egy 5 millió forint fölötti beruházással együtt járó iparűzési adóbevételből. A Magyar Hírlap kérdése a következő. Milyen válaszok érkeztek miniszter úr szerdai a fővárosi önkormányzatoknak írt levelére? Hogyan értékeli Karácsony Gergely szintén közölt Budapest újranyitásáról szóló tervét a kormány? Voltak olyan polgármesterek, akik egyértelmű és világos válaszokat adtak. Tehát például Kovács Péter polgármester úr
levele itt van nálam, aki egyértelműen leírja, hogy melyek azok a szempontok, amelyeket érdemes figyelembe venni, ugyanakkor újranyitást vagy nyitást javasol, de az ellenzéki, vagy a kormányhoz képest ellenzéki polgármesterek közül is volt, aki világos választ tudott adni, például Tóth József 13. kerületi polgármester úr csak annyit közölt, hogy fokozatosan igen, tehát hogy támogatja a nyitást. A főpolgármester, mondom, érdekes stílusban, ami eddig a mi levélváltásainkban és érintkezésünk során nem volt szokásos, írt egy hosszú levelet, amiben mindennel megvádolja a kormányt, amit nem is teljesen értek egy eldöntendő kérdés kapcsán, és talán inkább érvel, vagy ha jól értem, akkor a nyitás mellett érvel mindezen vádak megfogalmazása után, de nehéz eldönteni a levélből, hogy milyen motiváció áll mögötte. Mi a véleményük a Bertelsmann Alapítvány újabb hazánkról szóló tanulmánycsomagjáról, amely szerint 2010 után jelentősen romlott a kormányzás minősége? Hát miután a tanulmányt nem lehet komolyan venni, mert olyan vicces állításokat tartalmaz, hogy ez legfeljebb a humor kategóriába sorolható, ezért egy ilyen humoros írományként legfeljebb közepesnek nyilvánítható, komolyan venni pedig nem érdemes. Nyilvánvalóan azt látjuk, hogy Magyarországon is vannak néhányan, például az ebben közreműködő Soros György által támogatott, fenntartott magyar szervezet, és Németországban is vannak olyan szervezetek, a Bertelsmann is ide sorolható, akik szívből gyűlölik a kormányt, és ez a gyűlölet olyan fokot ért el náluk, hogy bármiféle racionalitáshoz való viszony az kizárható. Tehát mondjuk, aki gazdaságpolitika terén 2006-ban, amikor majdnem 10%-os volt az államháztartási hiány, hasonló értékelést vagy jobb értékelést ad a kormánynak, az akkori kormánynak, mint annak a magyar kormánynak, ami 2011 óta minden évben 3% alatt tudja tartani a költségvetési hiányt, az komolyan alig ha vehető. Vagy akár 2006-ban az emberi jogok terén, amikor szemkilövetések voltak és tömeges rendőri erőszak volt Magyarországon, jobb osztályzatot ad, mint akkor, amikor évek óta a gyülekezési joggyakorlása példás alkotmányos keretek között gyakorolható. Tehát ez nem egy komolyan vehető jelentés. Sok nyugat-európai lap ad szívesen teret annak, hogy Magyarországról és a jelenlegi magyar kormányról valótlanságokat, ha lehetséges, akkor gyűlettel nyilatkozzanak azok, akik nem szimpatizálnak a jelenlegi kormányon. Nem örülünk ennek, együtt tudunk élni vele. Javaslom, hogy ezt mindenki kellő humorral kezelje. Népszava kérdései következnek. A kormány foglalkozott-e most vagy az elmúlt hetekben hulladékos szabálymódosításokkal, például a körforgásos gazdaságot, az egyszer használatos műanyagok betiltását és a betétdíjakat illetően? Ha igen, akkor miről döntöttek, mit változtattak az előterjesztett anyagon, ha nem, akkor mikor és mit terveznek ezekről dönteni? Az információ megfelel a valóságnak, tehát a kormány az egyszer használatos műanyagok kereskedelmi forgalomban való betiltásáról döntött január 1-ével. Ezt nem feltétlenül jó szándékunk miatt tettük, hanem van egy Európai Uniós elvárás, ami azt mondja, hogy 2025. január 1-ig kb. 90%-kal kell csökkenteni ezeknek a műanyagoknak a felhasználását, és ezért, ahogy más Európai Uniós országok is ezt a döntést meghozták, úgy mi is arra kényszerültünk, hogy meghozzuk. Ennek egyébként vannak, vagy emögött egyébként állnak méltányolható környezetvédelmi szempontok, ezért a kormány a döntést támogatni tudta, de még egyszer mondom, egy Európai Uniós irányelv is arra kényszerít bennünket, hogy ezt a döntést meghozzuk. Következő kérdésük. Az önkormányzatoktól a gépjárműadóból jellemzően azt a részt tudták most elvonni, amelyet az állampolgárok március 15-éig befizettek. Ez volt ténylegesen a települések kasszájában. Tervezik-e, hogy a szeptemberben befizetendő második részletnyi gépjárműadót is elvonják? A kormány a gépjárműadóval kapcsolatosan világos döntést hozott, amit itt ismertettem. Ez 34 milliárd forintot jelent mindösszesen az önkormányzatoknak, egyébként 1800-1900 milliárd forint körüli részben állami, részben saját bevétel áll rendelkezésére. Úgy gondoljuk, hogy a védekezéshez való hozzájárulásnak ez a mértéke, ez indokolt. Az önkormányzatok közül ezt egyébként sokan el is fogadták és tudomásul is vették. Inkább politikai felhangja vannak az ezzel kapcsolatos támadásoknak. Tehát a kormány korábban meghozott és itt ismertetett döntése az továbbra is hatályban van.
Következő kérdésük. Érdeklődnénk, hogy mi lett a Bahart közgyűlésen a szavazás végeredménye a reorganizációs tervről, azaz, hogy bérbe adják-e a vitorlás kikötőket, és eladják-e a kempingeket, szállót és a négy kikötőt. Ebben az ügyben is számtalan nem pontos állítás jelent meg, tehát a reorganizációs tervet elfogadták, és ez a gyakorlatban annyit jelent, hogy a Bahart nyilvános pályázatot ír ki vitorlás kikötők bérleti szerződés keretében történő üzemeltetésére 2021. január 1-től. Ezek a kikötők nem fognak az üzemeltető tulajdonába kerülni, a tulajdon a Bahart 100%-os állami tulajdonú cégében marad. A 22 közforgalmú kikötő közül 4-et zár be a társaság, ezek egyébként kis földterületek, és olyan is van közöttük, ami összesen egy darab hajó fogadására alkalmas. Romos, rossz állapotban vannak, kihasználatlanok, és ezért itt nyílt árverésen fogják értékesíteni, ahol egyébként az önkormányzatokat elővásárlási jog illeti meg. Népszava utolsó kérdése, kérjük, mondják-e részletesen, hogyan jut el a védőfelszerelés az egészségügyi dolgozókhoz. Sok intézményben nem hordhatnak maszkot a betegellátásban közvetlenül résztvevő szakdolgozók, de egyéb helyeken sincs elegendő és megfelelő minőségű védőruha, erről naponta lehet olvasni a közösségi portálokon. Ez állítás nem felel meg a valóságnak. Ma ott tartunk, hogy mind a központi raktárban, mind pedig a kórházaknál megfelelő mennyiségű védőfelszerelés áll rendelkezésre. Minden kórháznak legalább 10 napnyi tartalék áll rendelkezésére. Ezen kívül minden kórház naponta dél és 3 óra között bejelenti azt, hogy a készletek várhatóan milyen mértékben fognak fogyni, és ennek megfelelően az állami egészségügyi ellátóközpont szállítja a kórházak részére a védőfelszerelések utánpótlását. Ma nincs olyan kórház Magyarországon, ahol legalább 10 napos védőfelszerelési tartalék ne állna a rendelkezésre. Az Index kérdései következnek. Hogyan értékeli Gulyás Gergely miniszter az elmúlt napok híreit, miszerint a rendőrség személyes Facebook oldalakra posztolt vélemények miatt megy ki, és vonnak eljárás alá embereket rémhírterjesztés gyanújával? Ilyen alapon Szentkirály Alexandra téves értelmezése a budapestiek vidékre utazásáról, valamint Gulyás Gergely kijelentése a kormányinfón tartózkodók fertőzési és fertőződési lehetőségéről szintén rémhírkeltésnek minősülhet-e? Tehát a helyzet az az, hogy rémhírterjesztés miatt is több tucat eljárás van folyamatban, illetve közveszéllyel fenyegetés miatt is 27 eljárás van folyamatban. Ezeket semmilyen jogi váddal senki nem illette, eltekintve attól a kettőtől, ami most a médiumokban nagyobb teret nyert. Itt az egyik ügyben a sajtóinformációk pontosak, akkor az ügyészség a rendőrségtől eltérően ítélte meg a cselekményt, és nem minősítette bűncselekménynek. Egy jogállamban ilyen előfordul, egy jogállamban, hogyha bármely hatóság hibázik, főleg, hogyha ez akár csak néhány órára is a személyes szabadság korlátozásával járt, akkor kártérítési felelősség áll fenn. Tehát minden egyes esetben ezt vizsgálni kell. Nyilván a kormány kérése is az a hatóságokhoz, hogy csak és kizárólag a legindokoltabb esetben éljenek ilyen eszközzel. Azt látjuk, hogy az esetek nagyon nagy többségében így volt, hogyha valahol pedig tévedés történt, akkor ez egyébként a jogállam erejét mutatja, hogy néhány órán belül az ügyészség a helyes jogi minősítést azt megadta, és hogyha nem történt bűncselekmény, akkor pedig a szokásos jogosultságai vannak annak, akit alap nélkül gyanúsítottak valamivel, főleg, hogy hatósági fellépés is volt. Következő kérdésük az újabb betegellátási rend, illetve a két budapesti, illetve a további néhány vidéki járványkórház kijelölése. Azt is jelenti, hogy az elmúlt hetekben országszerte felszabadított kórházi ágyakon újra fogadhatják a betegeket az intézmények? Egy újabb járványhullám esetén újra fel kell majd szabadítani ezeket az ágyakat? Miután abban nagyjából egyetértés van, nem csak Magyarországon, hanem Európában, mindenhol, az orvosok, virológusok között, hogy egy második hullám veszélye az komoly. Ráadásul azt is már többször említettük mi is, és mások is elmondták, hogy általában a járvány levonulása is, hogyha egy ábrán nézzük, akkor nem egy egyenes vonalú lefelé tartó nyíl, hanem sokkal inkább farkasfogszerű, tehát lesznek még benne néhány napig tartó, vagy lehetnek még benne néhány napig tartó emelkedések. Ezért az egészségügyi kapacitás szempontjából kulcsfontos, hogy az rugalmas legyen.
hogyha a veszélyhelyzet véget ér, akkor is, vagy már nem indokolt fenntartani, akkor is olyan szabályokat az egészségügyben mindenképpen fenn kell tartani, amelyek ezt a rugalmasságot, az azonnali intézkedés lehetőségét azt garantálják. Így tehát azt tudom mondani a kérdésre, hogy igen, az megfelel a valóságnak, hogy a korábban biztosított ágyszám fenntartása már nem indokolt, ezért a betegek térnek vissza, a műtétek, transzplantációk megindultak, de azt a mozgásteret az egészségügynek fel kell tartani, és ezt a felhatalmazást is az egészségügynek kell kapni, hogy bármikor, hogyha baj van, akkor intézkedni tudjunk. Most hála jó Istennek azt látjuk, hogy úgy tűnik, hogy a járvány visszafelé, vagy a járványban megbetegedettek száma az jelentős mértékben csökkent, ezért, hogyha ez a folyamat fennmarad, akkor nyugodtan az egészségügyben is visszafordulhatunk, és a szabaddá tett ágyak azok felhasználhatóak rendes gyógyításra. A 444.hu kérdése a következő. Meddig tartják indokoltnak, hogy a kormányzati sajtótájékoztatókon ne vehessen részt, ne kérdezhessen a sajtó, akár személyesen, akár élőben online? Hát azt a meglepő, de érzelmes valomást tudom tenni, hogy még a kormányon szemben legellenségesebb újságíró is hiányzik, tehát ezt ám mindketten mondhatjuk, hogy egészen más és sokkal normálisabb nem egy kamerával állni szemben itt mindkettőnknek, hanem újságírói kérdésekre válaszolni. Igyekszünk minden kérdést megválaszolni, és ebben a formában is pótolni azt a korábban adott lehetőséget, hogy itt újságírók közvetlenül kérdezhettek. Én mielőbb, tehát örülnék annak, hogyha lehetőleg hamarabb a veszélyhelyzet megszűnésével, vagy már akár azt megelőzően, hogyha Budapesten sincsenek kijárási korlátozások, akkor visszatérhetnénk a korábbi keretek közé. Azt hiszem, hogy a döntés nem is a miénk volt, de indokolt volt, hiszen az utolsó kormányinfó már az újságírók is inkább mikrofon nélkül kérdeztek, ami pedig a közvetítést tette lehetetlenné. Tehát indokolt volt, hogy ez így legyen. Az is indokolt, hogy most, amikor Budapesten még kijárási korlátozások vannak, így van, de én azt támogatom, hogy mielőbb térjünk vissza a rendes keretek közé. Az azonnali.hu kérdez, hogyan kommentálja a kormány, hogy a román törvényhozás szerdán a trianoni szerződés napjává nyilvánított a június 4-ét. Ezen a napon az elfogadott törvény szerint a trianoni békeszerződés jelentőségét népszerűsítő rendezvényeket tartanak. Mit javasol az erdélyi magyaroknak a kormány, mit tegyenek ezen a napon? A kormány szerint van-e köze ennek a törvénynek a nemrég ismét benyújtott székely autonómia tervezethez és Klaus Johannis államelnök ezzel kapcsolatos nyilatkozatához, miszerint egyesek eladnák Erdélyt a magyaroknak, illetve az ATV is hasonlót kérdez, hogyan kommentálja a miniszter úr a bukaresti képviselőhez tegnap, bukaresti képviselőhez által tegnap megszavazott törvényt, amely a trianoni szerződés napjává nyilvánítja június 4-ét Romániában. Minden szavával egyetértek Kelemen Hunor MDSZ elnöknek, aki tegnap a román törvényhozásban egy kiváló beszédet mondott, amiben azt fejtette ki, hogy ha Románia egy erős állam lenne, akkor tudomásul venné, hogy őt is, mint az államot is gazdagítja az, hogy vannak nemzetiségei, ezen belül van egy jelentős magyar nemzetiség, hogyha egy állam gyenge, különösen, hogyha soviniszta és öncélúan nacionalista, akkor sor kerülhet ilyen törvények elfogadására. Úgy gondoljuk, hogy Romániának az ott élő magyarok is állampolgárai, ennek megfelelően olyan gesztusokat kell egy országnak tenni, ami nem elidegeníti tőle az ott élő több mint 1 millió saját állampolgárát, hanem ami a politikai nemzet részeként tekint rájuk. Ez Romániának újra és újra nem sikerül, most sem sikerült. A MediaWorks kérdezi, hogy a járványhelyzet gazdasági hatásai érintik-e a Modern Városok Program tervezett beruházásait? Sajnos a járvány hatása mindent érint, de ebben az évben azt tudjuk mondani, hogy a korábban tervezett Modern Városok Program keretében megvalósuló beruházások folynak. A jövő évi költségvetés tervezésekor is igyekszünk a lehető legszélesebb kereteket nyitni, de az tény, hogy ma számtalan gazdasági bizonytalanság van, ezért az, hogy például a jövő évben milyen keretek állnak majd rendelkezésre a Modern Városok Program folytatásához, ezt ma nagyon nehéz megjósolni, ez függ attól, hogy a idei gazdasági eredmény az összességében mi lesz. Ma kellően széles spektrumon helyezkednek el a különböző prognózisok a jövő évre, sőt az idei évi gazdasági teljesítményre vonatkozóan is.
Többen kérdezik, többek között a HVG. Müller Cecília és Merkeli Béla is arról beszélt, már nincs járvány. Ennek fényében a kormány meddig tervezi fenntartani a járványügyi veszélyhelyzetet? A Magyar Nemzet is erről érdeklődik, hogy hogyan értékeli a kormány a négy orvos egyetem által a társadalom koronavírus átfertőzöttségét vizsgáló tömeges teszt sorozat eddigi eredményeit, illetve az Index is ezzel kapcsolatban kérdez. Tehát a veszélyhelyzet azért szükséges, mert olyan korlátozásokkal jár, amelyre egyébként helyesen, normális időben, különleges jogrenden kívül a kormánynak nem lenne lehetősége. Tehát egy kormány rendkívüli jogrenden kívül nem korlátozhatja például a saját lakásukból való kijárásukban a saját polgárait. De egy rendkívüli jogrend, egy járványhelyzet erre okot ad. Ebben még az egyébként a járvány idején egységet mutatni nem képes magyar politika is egyetértett, tehát a kijárási korlátozások fenntartásában például Budapesten a hónap közepéig még az ellenzéki főpolgármester is egyetértett a kormánnyal. Tehát az, hogy ezekre, ennek a helyzetnek a fenntartására most szükség van, ez nem vitás. Hogy meddig van szükség, mi azt reméljük, hogy minél rövidebb ideig, hogyha nem változik meg alapvetően a helyzet, akkor júniusban, szerintem inkább június vége felé a rendkívüli veszélyhelyzeti felhatalmazást a kormány vissza tudja adni. De természetesen folyamatosan figyelemmel kell lenni a járványügyi helyzetre. A növekedés.hu kérdezi a következőt. Sok esetben a bérlők nem tudják fizetni az üzletek bérleti díjait. A tulajdonosok sok esetben nem engednek a bérleti díjakból. Várható-e, hogy a kormány beavatkozik ezen a területen, és van-e erre módja? Ez egy nehéz kérdés, hiszen polgári jogviszonyokba való beavatkozás az nem lehetetlen vagy elképzelhetetlen, nyomós indok kell hozzá, és a kormányok amennyire lehet tartózkodni szoktak ettől. Most itt van egy kivételes helyzet, de a kivételes helyzetre a jelenlegi polgári törvénykönyv is tartalmaz előírásokat. Erre tekintettel Viszmájorra hivatkozással a bérlő és a bérbeadó köthet eltérő megállapodást a szerződésben rögzítettektől, sőt arra is lehetőség van, hogy a bérlő perben érvényesítsen ilyen igényt. Tehát én mindenkinek a józan mérlegelésére szeretnék appellálni a gazdasági életben is egy ilyen helyzetben, hogyha valaki elmegy egy ügyvédhez, vagy beszél egy jogásszal, akkor pontosan el fogja mondani, hogy körülbelül mi az a mérséklés, amit a jelenlegi helyzet jogilag indokoltá tesz, és hogy ezeken a kereteken belül a felek meg tudnak állapodni, szerintem mindenkinek az a legjobb. Ha nem, akkor bíróság dönt. Az, hogy az állam a bíróság helyébe lépjen, ezt csak nagyon óvatosan tenném meg. Még egyszer nem azt mondom, hogy nincs erre lehetőség, de ez egészen szélsőséges esetben van lehetőség, és miután most arról döntöttünk, hogy Budapest kivételével, most már Pest megyében is a boltok nyitva tartása például semmilyen akadályban nem ütközik, tehát egész nap nyitva lehetnek a boltok. Reméljük, hogy Budapesten is ebbe az irányba tudunk haladni, erről holnap után születik döntés. Így azok a károk, amelyek bekövetkeztek, talán két hónapra mérsékelhetők, és erről a két hónap, tehát március közepétől akkor május közepéig tartottak. Erre a két hónapra vonatkozóan talán a bérlő és a bérbeadó közötti megállapodás is rendezheti ezt a kérdést, ez lenne a szerencsésebb. A növekedés.hu következő kérdése, hogy nagyon nagy az érdeklődés az állami ingyenes online informatikai képzésre. Elképzelhető, hogy más szakmában is indítanak ingyenes képzéseket. Egyelőre erről a képzésről tudunk beszélni, viszont azt szeretném elmondani, nagyon sikeres idáig, legalábbis a jelentkezők számának a függvényében, hiszen egy nap alatt mintegy 15 ezer ember jelentkezett ilyen képzésre. Ezt május 22-ig egyébként délig még mindig meg lehet tenni annak, aki betöltötte a 18. életévét és rendelkezik számítógéppel, illetve internettel. Ennek a képzésnek is az a lényege, hogy legyen elég munkahelye mindenkinek, illetve ahol a vírus következtében megszűntek munkahelyek, ott legyen lehetőség másik munkát találni. Ez egy két hónapos informatikai ingyenes alapozó képzés, aminek a vége egy záróvizsga, amit, hogyha valaki sikeresen teljesít, akkor egyben arra is lehetőséget ad, hogy 100%-os állami támogatásra lehessen majd tovább tanulni a programban elérhető IT képzések egyikén, tehát erre még mindig lehet jelentkezni. A Magyar Hang kérdése a következő.
Lapunk információi szerint országszerte több intenzív osztályra nem a várt lélegeztetőgépek érkeztek, hanem olyan otthoni, illetve klinikai használatra alkalmas légzést segítő berendezések, amelyek légzőszervi betegségekkel küzdő emberek kezelésére alkalmasak, intenzív terápiás kezelése azonban nem. Ezt a gyártó leírása és a lapunk által megismert orvosi szakvélemény is megerősíti. Kérdések a következők: hány légzés segítő berendezést, tehát nem lélegeztető gépet vásárolt az állam, és mennyiért? A készülékeket lélegeztető gépként vagy egyéb terápiás berendezésként vásárolta el meg Magyarország? A készülékeket intenzív terápiás kezelésre szánták, vagy pedig tévedésből kerültek intenzív osztályokra? No, tehát lélegeztető gép ügyben a helyzet a következő. Amikor a járvány elkezdődött, vagy a járvány veszély március elején fokozottá vált, akkor Magyarországnak körülbelül 2700-2800 lélegeztetőgép állt rendelkezésére, és ebből olyan 8-900 lélegeztetőgép volt foglalt. Itt azt hozzá kell tenni, hogy az altatógép is lélegeztetőgépnek minősült, tehát ezt a két számot össze kell adni, és így jött ki ez a majdnem 3000 lélegeztetőgép funkcióval rendelkező gép. Azt mondták a virológusok, illetve matematikusok, és ez egy azóta is helyes számítás, hogy ha a járványt nem sikerül megfékezni, akkor a legrosszabb esetben 8000-8500 lélegeztetőgépre van szükség. Hogy ne álljanak elő olyan állapotok, ami a létező legborzalmasabb, és amivel New York vagy Olaszország szembesült, ahol emberi életek közül kellett az orvosnak választani, hogy ki az, akit lélegeztetőgépre kapcsol, és ki az, akit nem. Tehát a magyar kormány ebben a helyzetben csak úgy cselekedhetett, és úgy is cselekedett felelősen, hogy mindent megtett azért, hogy lélegeztetőgépet vásároljon. Miután a világ országainak többsége ugyanígy cselekedett, azért nyilvánvaló volt, hogy a piacon óriási a kereslet, és ehhez képest csekély a kínálat. Legtöbb ilyen gépet Kínából lehetett vásárolni, de egyáltalán nem csak onnan vettünk, és azt a gyakorlatot követtük, hogy mindenkivel, akivel lehet, állapodjunk meg, kössünk szerződést, de azt vegyük figyelembe, azokat a gépeket vegyük figyelembe, amelyek megérkeztek Magyarországra. Ezért arról is adtunk tájékoztatást, mert számtalan eset volt már eddig is, hogy valakivel kötöttünk egy szerződést, még előleget sem fizettünk, és miután nem tudott teljesíteni, fel kellett bontani, vagy fizettünk előleget, és ők ezt visszafizették. Tehát azt tudjuk tényként kezelni, hogy hány gép áll ma rendelkezésre. Most ott tartunk, hogy az 5000-hez közelít a használható lélegeztetőgépek száma. Még ez sem azt jelenti, hogy ennyi van az országban, mert amikor megérkeznek ezek a gépek a repülőtérre, akkor ezeket elvámolják, majd azt követően az operatív törzs felügyelete alatt készletezik. Tehát van egy orvoscsoport, ami arról győződik meg, hogy ezek a gépek alkalmasak-e a lélegeztetőgép funkciójának ellátására. Jól működnek-e, minden alkatrész megvan-e, ha nem, akkor megjavítható-e, kell-e valamilyen alkatrész beszerezni. Így tudjuk most azt mondani, hogy majdnem 5000 használható lélegeztetőgép van a kórházakban, és ez további néhány ezerrel bővülni fog, tehát reményeink szerint el tudjuk érni azt a 8500-9000 lélegeztető gép számot, ami garanciát ad arra, hogy ha akár van egy második hullám a járványnak, akár más nem kívánt és reményeink szerint soha be nem következő járvány miatt ez szükséges, akkor Magyarország tud gondoskodni a járványban megbetegedettek egészségéről, és olyan nem állhat elő olyan helyzet, hogy valaki a lélegeztetőgép hiánya miatt veszítse életét. Ezért azt tudom csak mondani, hogy mindent készletezünk, ami Magyarországra beérkezett, és kifizettük, az természetesen rendben van, ha valami nem érkezik, akkor felbontjuk a szerződést, ha fizettünk eléleget, akkor azt visszaköveteljük. Eddig úgy tudom, hogy ezzel kapcsolatos probléma nem merült föl, és ami pedig működőképes, azt vesszük nyilvántartásba, és erről tud az operatív törzs is tájékoztást adni. Az Infostart kérdése a következő: meddig marad érvényben az ingyenes parkolás? Hát a veszélyhelyzet időszakára rendeltük el, és nem látom okát annak, hogy ezen változtassunk. Természetesen a forgalmi adatokat is figyeljük. Azt is láttuk, hogy ezen a héten egyébként megnőtt az autóforgalom, de hát a célja éppen az volt az intézkedésnek, hogy minél kevesebben legyenek a tömegközlekedésben egy légtérben. Úgyhogy ilyen értelemben még a nagy forgalom, vagy még a dugók is jobbak, mint hogyha a tömegközlekedésben vannak tömegek. Tehát szerintem a veszélyhelyzet végéig indokolt ezt az intézkedést fenntartani.
Magyar Fórum azt kérdezi, hogy elkészült a trianoni emlékmű a diktátum 100. évfordulójára. Felavatják-e június 4-én, vagy ennek az időpontja is csúszik a koronavírus járvány miatt? Az emlékmű elkészült, de nagy valószínűséggel augusztus 20-án avatjuk föl, mert június 4-én méltó körülmények között az avatása még nem lenne lehetőség. Május 6-án Szerbia megszüntette a rendkívüli állapotot, és júniusra újabb könnyítést ígért. Felkészültünk egy nagyobb migrációs nyomás megfékezésére? Tervezi a kormány a schengeni határ megerősítését. Magyarország kész és képes is a saját külső határait megvédeni. Éppen ezért fenyegető az Európai Bíróságnak a nyilvánosságra hozott ítélete. Mi továbbra is azt fogjuk képviselni Európában, hogy a külső határokat minden eszközzel védeni kell. Hogyha Európa elveszíti azt a képességét, hogy a külső határait meg tudja védeni, az együtt jár azzal, hogy azonnal tömeges migrációs nyomás fog bekövetkezni, hiszen csak és kizárólag a külső határvédelem az, ami visszatartja azokat a milliókat, akik Európába akarnak jönni, attól, hogy elinduljanak. Egyszer ezt már átéltük, jobb lenne másodszor elkerülni, ráadásul azt is látjuk, hogy egy olyan korszakban, ahol a járványfertőzések miatti félelem és veszélyeztetettség minden korábbinál nagyobb, ott a határvédelemet ebből a szempontból is át kell gondolni, és ebből a szempontból is meg kell erősíteni. A Heti TV kérdései következnek. A parlament előtt fekszik az osztatlan közös tulajdonú mezőgazdasági területek birtokrendezéséről szóló törvény. A törvényjavaslat kapcsán a történelmi egyházak részéről felmerült, hogy az érintett földterületeken jelenlegi vagy egykori temetők, tömegsírok, katonasírok is lehetnek. A kormány tervezi az említett törvény kapcsán a jogos kegyeleti kérdések figyelembevételét, és hogyha igen, akkor milyen formában? Miután a történelmi egyházaktól érkezett egy megkeresés, hogyha ilyen területen sírok vannak, akkor ezekre is vonatkozó sajátos külön szabályozás lépjen életbe, ezért Semmilyen Zsolt miniszterelnök helyettes úr javaslatára ezt mi elfogadtuk, és olyan módosító indítványt fogunk az országgyűlés elébe nyújtani, ami garantálja a végtisztesség sértetlenségét ilyen esetekben is. Következő kérdésük, most már stabil, nem ügyvezető kormánya van Izraelnek, ennek fényében terveznek-e idénre kormányfői találkozót? Egyelőre a világ diplomáciát is a járványveszély határozza meg, és csak lemondtak, és mi is csak lemondtunk találkozókat, nem pedig terveztünk, de hogyha túl leszünk ezen az időszakon, akkor természetesen a diplomáciai nagy üzem folytatódik, a miniszterelnök múlt héten az amerikai elnökkel beszélt, ezen a héten is lesznek diplomáciai tárgyalásai, de ezek ritkábban személyesek és gyakrabban történnek telefonon, és ezekről adunk is utólag mindig tájékoztatást. Tehát, hogyha túl leszünk a járványveszély időszakán, akkor továbbra is arra törekszünk, hogy Izraellel is kiegyensúlyozott jó baráti kapcsolatai legyenek Magyarországnak. A két kormány fő személye és kiváló személyes viszonya az garancia erre. Tud-e, akar-e a kormány valamilyen segítséget adni a Nemzeti Régiókért indított aláírásgyűjtés szervezőinek az időpont hosszabbítása ügyében az EU-nál? Tudtunk szerencsére, és adtunk is. Az igazságügyi miniszterasszony beszélt az illetékes uniós biztossal, Jourová biztosasszonnyal, és a megbeszélés vagy a beszélgetés alapján azt tudom mondani, hogy a helyzet az biztató, tehát úgy tűnik, hogy a nemzeti kisebbségvédelmi kezdeményezés után ez a kezdeményezés is sikeres lehet, hiszen az 1 millió aláírás összegyűlt, viszont 7 országban kell legalább egy minimális számot elérni, és ezt, ha jól tudom, csak 4 országban következett be. Viszont informatikai bajok voltak Brüsszelben, az Európai Bizottságnál, ezért elvesztek aláírások, és a járvány veszélyhelyzet nyilván alapvetően befolyásolta azt, hogy egy aláírásgyűjtő akció az mennyire lehetett az elmúlt hónapokban sikeres. Ezt a bizottság is úgy látja, hogy így gondolja, illetve a saját informatikai mulasztásokat sem vitatják, és a kettő együtt vélhetően azt fogja eredményezni, hogy június vagy júliustól néhány hónappal újra megnyitja, ha úgy tetszik, meghosszabbítja az Európai Bizottság az aláírásgyűjtés határidejét. Hivatalos döntés még nincs, de a jelenlegi információk alapján alappal lehet ebben reménykedni. Az Inforádió kérdései következnek. Jelentős különbségek vannak egyes elemzők, szervezetek és a kormány várakozásai között az idei gazdasági visszaesésről és a jövő évi GDP várakozásokról. Hogyan tudtak így előkészíteni egy 2021-es büdzsétervezetet, mi szerepel benne és milyen szempontok alapján tudtak tervezni?
A kormány a saját prognózisai alapján tud tervezni, és a kormányon belül is eltérő vélemények vannak az idei gazdasági teljesítménnyel kapcsolatosan. Azért kell teljesítményről beszélni, mert abban sincs ma egyetértés, hogy növekedés vagy recesszió lesz a gazdaságban. A jegybank, a Magyar Nemzeti Bank a legoptimistább, akik növekedéssel számolnak. A pénzügyminisztériumnél lényegesen pessimistább, de a kormány több tagja is az optimisták táborát erősíti. A hivatalos vélemény az pillanatilag a pénzügyminisztériumé, ami -3%-kal, tehát 3%-os recesszióval, gazdasági csökkenéssel számol. Ezért a költségvetés tervezése is ennek megfelelően történik. Az utolsó kérdés pedig, hogy tervez-e a kormány válaszlépést, amiért nem hallgatta meg az EP plenáris ülése Varga Judit igazságügyi minisztert a magyar veszélyhelyzeti törvényről szóló vitában. Ez egy olyan parlamenti eljárás, amit mi elfogadhatatlannak tartunk, és minden demokratikus alapelvnek, fair eljárási alapelvnek ellentmond. Összeegyeztetetlen azokkal az Európai Uniós értékekkel, amelyet egyébként a szerződések rögzítenek, a másik fél meghallgatásának római jog óta élő elvével. Tehát szerintem az Európai Parlament az eljárásával saját magát minősíti, saját hitelességének árt, az európai együttműködést rombolja, és az Európai Unió egészének okoz károkat. Ezt tudjuk rögzíteni, és ezt minden alkalommal meg is fogjuk tenni. És ezzel a végére is értünk a mai kormányinfónak. Köszönjük szépen, hogy velünk voltak, viszontlátásra. Köszönjük szépen.